Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, srácok, jön egy kis Division 2. Hát nem tudom, valahogy a Title Update 9 után élvezem a játékot, és úgy izgalmat nyújt nekem. A buildelés is a Title Update 9 után egészen izgalmas lett, azt kell, hogy mondjam. Tisztában vagyok vele, hogy az emberek megosztva vannak ezzel a játékkal kapcsolatban, de jelen pillanatban erre csak azt tudom mondani, hogy még mindig újra. Ez a játék javíthatatlan ebből a szempontból. A Division 1 is javíthatatlan volt. A fejlesztők igyekeztek mindig valamit, hogyha valamit behoztak, utána azt kijavítani. Benne van a dologban. De a legnagyobb probléma talán, amit a közösség felhozott, az pedig a loot. Hogy az emberek elérik az endgame-et, és igen középszerű a loot, amit dobál a játék, mind heroic, mind legendary, illetve mind challenging küldetéseken. És ez érthető. Na de, semmi baj, hogyha láttad az előző build videómat, ahol bemutattam azt az öt buildet, láthatod, hogy középfölde lootokkal is elég erős és hatékony csapat, illetve szóló buildeket lehet összerakni, és íme elhoztam nektek most egy Assault Rifle buildet. Miért Assault Rifle? Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nálam az Assault Rifle-ok a Division 2 az egyik favorit. Többnyire azért, mert tudom, hogy nem mindenki, vagy nem sokan hoznak ki belőle, vagy tudnak kihozni belőle nagy damage-et. És most egy olyan buildet szeretnék megmutatni nektek, amibe a rifle buildek is bele fognak sárgulni, ha csak annak az illetőnek nincs egy olyan min-maxos, értek, min-maxos rifle buildje, akkor a legtöbb rifle buildet ki DPS-eled ezzel a buildel. Azt tapasztaltam. Szóval nagyon OP-ra sikeredett, és egy kis szerencsém is volt természetesen, mert ugye hát most már azért minél többet farmolok a játékban, annál jobb statokat sikerül kifogni, de látni fogjátok, hogy azért nem minden OP cuccokból áll. Szóval, íme a build. Diamondback, mert hogy miért ne című történet, tehát ha valamiért érdemes a Kelly College-ba menni, az azért, hogy összehozd a Diamondback-et. Na de nem ez a primary fegyver, csak ezt szeretném árulni nektek, hogy a Diamondback-kel ez a build egy nagyon tiszteletre méltó 2 és 3 millió között sebez, enemitől függően, távolságtól függően, tudjátok, ahogy ez szokott lenni, de egy tiszteletre méltó 2 és 3 millió között sebez, szóval a nagyon-nagyon távoli ellenfelekre azért Diamondback-et szoktam használni, mert szépen tud damage-elni. Viszont az előnyedbe a buildbe, tehát kipróbáltam, és a videó koncepciók, amiket fogtok látni, az, hogy bármelyik Assault Rifle-t használhatod, függetlenül nem kell nagy DPS Assault Rifle, nem kell különleges talent Assault Rifle, mindegy, rak be valamit. Természetesen az Optimist-et tudom ajánlani, de attól függetlenül azt használt, amit használ. Tehát én például a jelen pillanatban használom ezt az Optimist-et ezen az AKM-en, és a Tactical MK16, ugye például ez a kettő a legjobb fegyveres, amit látjátok, nem is maxos roll, tehát itt hamarosan rárollolok valamit, tudom használni az AUG-gal, a Sadist teljes értékben jó, hogyha a csapat, halál mindegy, itt van ez a killer, ezzel is próbáltam, ezzel is fantasztikusan működik, a 900-as RPM az nagyon hatékonyan teszi a dolgát, és természetesen talentól függően és damage-től függően, ugye ennek csak 86k damage van, úgy csökkennek a számok, de amint láttátok, hogy a videó többi részében, ez a két fegyver nagyjából 500 000 és 900 000 között sebez. Tehát amikor így néztem a képernyőn, milyen számokat írtál neki? Hogy van? Micsoda? Rögtön benyomtam a felvétel gombat, mert nekem sem sikerült elhinni. Tehát így sikerült. És most szereztem egy Honey Badger-t is. Ha esetleg csinálnék egy skill
buildet. Ettől függetlenül szoktam azért váltogatni a fegyverek között. Nemrégiben sikerült kifarmolni a Bullet King-et, hála az égnek. Szóval, hogyha nagyon nem akarok újra tölteni, akkor Bullet King. De nem tud a Bullet King se akkorát sebezni, mint a két Assault Rifle-on, vagy három, vagy használsz, amely így jól esik. Szóval, ja, de ajánlom szeretettel Diamondback, illetve bármelyik Assault Rifle optimálisan az Optimist talentelem. Meglátjátok, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván fog tudni sebezni a build. Coyotes Mask az szinte mostában szinte minden buildhez elengedhetetlen. Továbbá, tehát ez egyértelmű, könnyű megszerezni, nem nagy vészes vele, majdnem gádrolokkal jön, ez egy olyan kell a DPS buildekben. Valaki írt az előző videóm alá, hogy a Glass Cannon az ugye a Division 2 kocsisbora, nagyot üt, de nagyok a következményei, egyet tudok érteni vele, viszont találtam egy módját, hogy ezt egy némileg hogy is mondjam, counteröljük, hogy ne legyen annyira durva az a bor, egy kicsit felhigítsuk vízzel, hogy így mondva. Na most szerencsém volt, oké, tehát itt szerencsé jött közben, amit láthatjátok, semmi nagyon extra a rollok, viszont tegnap makon volt, és kifogtam egy Armoron Kill fullost a hősi küldetésre, amit láthatatok példavideónak, vagy látni fogtok még továbbiakban itt példavideónak, hogy mennyire működik a build, ott ezt fogtam ki, és crit hit change, a lényeg az, hogy Glass Cannon előtte, mielőtt kifogtam ezt így, mielőtt kifogtam, ezt használtam. Perfect Glass Cannonnal van ellátva, viszont ugye közel sincs annyi, hogy is mondjam, DPS benne, viszont 15% crit hit damage-et ad, szóval ez, vagy ez, igazából azt vettem észre, hogy mert hogy crit hit damage-et ad, ez meg crit hit chance-et ad, nagyjából halál mindegy, mert DPS-re a kettő fajta ugyanesélye. Tehát ide például neked két defenzív slot van, akármi, armor regeneration, bármi, azzal jól fog jönni. De tudom ajánlani a Glass Cannon-t. Leginkább miért? Mert a shield-et azért fel tudsz fogni damage-et, tehát fel tud fogni azt a damage-et. A shield-ed lesz az, ami felfogja azt az 50 vagy 60% damage-et. Ugye a holsterre igazából mindegy, hogy illetve nem mindegy, de igaz, itt a lényeg, a crit hit chance, arra mentem rá, tehát azért használtam három darabot ezekből a Providence setből, mert hogy crit hit chance, crit damage, headshot damage. Értitek? Tehát azért használtam három darabot, de az a lényeg, hogy Providence, és természetesen, hogy itt mit forgatsz ki, nagyjából mindegy. Tehát higgyetek, az a 18.000 életot nem dob rá semmit már a dolgokra, szóval, de mivel, hogy én már ide beleforgattam crit hit damage-et, mert mindig weapon handling-et fogok ki, így aztán ez élet megmaradt ott, ami volt. Táska, egy nagyon OP talent, és a talent a lényeg, megint csak Vigilance névre hallgat, és azt mondja, hogy megnöveli 25%-kal a fegyver damage-edet, de hogyha sebződsz, akkor elveszíted ezt a damage-et 4 másodpercig. Húha! De a shield, mivel hogy felfogja a damage-et, nem neked számolja el a karakternek a damage-et, hanem a shield-nél, így aztán ez a 25% damage szinte mindig ott van. Szinte mindig, persze azért eltalálnak egy adott ponton. Úgyhogy, ja, amúgy a shield-nél a Firewall-nak a shieldjét használom, mert az tud még további damage buffot adni. Úgy nézzétek, hogy volt, jártam a küldetésen, ahol valamelyik csapattársnak volt csapatszintű buffja, és így hirtelen megjelentek golyónkénti 9 és 1 millió damage-ek, és akkor így mi a fasz, és akkor kezdtem el így rögzíteni, de valahogy utána sosem sikerült a közelébe kerülni, hogy nem tudjam ki volt az. És így akkor így benyomtam rögzíteni, úristen, mi ez a build, nagyon-nagyon durva volt. Szóval a Firewall és annak a shield felvonját használja a csapatnak is, az buffot, magadnak is adsz buffot. Kesztyű, ez szinte megint csak Contractor's Gloves,
minden olyasmivel jön, amivel OP tud lenni ez a kesztyű. Ha lenne egy ilyen másik kesztyű, ami bármi más lenne, akkor azonnal lecserélném, de ez így nagyon OP, és a Damage to Armor miatt végképp nagyon OP. És legvégül térdvédőnek egy kis Fenris setből, ugye az Assault Rifle Damage miatt, és itt tehát aztán Ami esik úgy puffan című történet, csak az a lényeg, hogy damage modok legyenek. Statokat tekintve crit hit chance 45%, szóval igyekeztem azt felépíteni, de nem akartam túlzásba esni. Vele így 45%-kal nagyjából minden második, harmadik golyom crit hitel. Amelyik golyó nem crit hitel, az is 300 000-es sebez, úgyhogy bitch please. Úgyhogy ha kritel, akkor meg 500 és 800, 900 ilyesiket fogtok látni a képernyőn. Crit hit 123, headshot damage 91%. Nagyon ideális build szerintem emiatt a konzolosoknak is, mert nem headshotra épül, hanem inkább crit hit damage, tehát nem kell folyton fejbelőni senkit, szóval ez egy pozitívumnak szedem ki. Armor damage az a 8% jó, de hogyha olyan fegyvereket teszel be, amiben még több armor damage van, még brutálabb lesz a build. Weapon damage 87%, hát ez van, és 25% assault rifle damage, az rásegít, azt kell, hogy mondjam, az egész dologra, és amit láthatjátok, rifle bónusz, shotgun bónusz, light machine gun bónusz, tehát mindenből ott van, és mindegyikkel opcionálisan használhatod ezt a buildet, de természetesen azért az assault rifle-ökre fókuszáltam rá. Srácok, hát ez ennyi lett volna, és amit látjátok, azért nem vagyok agyonvágva gádrólokkal, és azt hiszem nekem az a kihívásabb a játékban, hogy midiókre lootból hogyan csináljak valami elfogadható OP build. Gondoljátok végig, hogyha ez a Glass Cannon fullos lenne Gunroll-lal, akkor valóban meg tudná ütni az Assault Rifle azt a milliós hitelt. Szóval, ja. Az Armoral Kill pedig nagyon nagy segítség volt, és azt azért tudnotok kell, hogy át tudjátok forgatni az utolsó slotot defenzívre, a rekalibrálni, magyarul át tudjátok forgatni defenzívre, hogyha esetleg ugyanezt le akarnátok kopizni, hogyha van-e valami jobbatok ennél. Szóval, ja, srácok, egyáltalán hogy jöjjenek a további ilyen videó példák, szerintem élvezni fogjátok, hogy mire képes ez a build. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Stop them healing! Go, 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 go.
Serious trauma detected. To relocate. He's healing. Immediate medical assistance needed. Kill him, Walter! Serious trauma detected.